Nagyon köszönöm. Hát, örülünk, hogy itt vagy. Mi volt az első fellépésed? Tehát nem most, hanem úgy, és nem ma, hanem úgy egyáltalán. Mikor volt? Nekem nem volt első fellépésem, ha jól tudom. És a második mikor volt? Mindjárt a második volt a fellépés. Úgy vagy, valahova hívtak, emlékszem rá, valaki helyett, valahova valaki helyett. Most is, igen, így van. Igen. Te nem akarsz a menedzserem lenni esetleg? Hát én csak sztárokat vállalok. Na lényeg, az tényleg megtörtént. Nagyon rosszul szervez, úgyhogy jól járnál vele. Igen? Na, ami nagyon lényeges, hogy az első fellépésem az nem volt, hanem mindjárt a másodikkal kezdtem, mert ahol meghívtak, ez egy kedves kis falu, délután kettőkor, még ma is emlékszem, a falu egy Tolnamegyei község, délután kettőkor, dologidőbe, aratáskor. Hát mondom, ki a franc kíváncsi egy ismeretlen nevű humoristára, úgy mint a ti vagytok például. Hát mondom, ki a franc kíváncsi? 2-1, de lesz ebből még 5-2. Ki a franc kíváncsi rám, és oda megyek, nagyon szép sorba álltak az emberek, csinosan, nyáriosan, felöltözve. Én meg voltam illetődve, hogy nem szerepeltem tévébe, rádióba, egyszer adtak le valamit rólam, és ilyen sokan összejöttek, mondtam is egy sor végén álló bácsinak, hogy a programra jöttek? Ide jöttünk, maga csinálja? Igen, akkor siessen, mert mennék még aratni. Mondom, bátyám, kezdem már is. Most tudja, néha viszek magam a gitárt. Mondja a bácsi, azt, hogy az a hosszúkás mi a kezibe? Mondom, gitár. Gitár? Miért az is kell a véradáshoz? Egy nappal korábban mentem, és aznap véradó nap volt épp a falu kultúrházában. Na lényeg az, hogy így aztán nem volt első. Na de fellépés. Az első fellépésed viszont, amikor tényleg volt közönség, az kárpótolt, mert ha jól tudom, ott meg 10 000-en voltak, nem? 9352-en. Azt a mindenség. Egészen pontosan. Na, akkor is működött ez a nézőszám. Igen, jegyszedő nétőt, nem vicceltem. Körülbelül 10 000-en voltak, amatőrként léptem föl, és Antal Imre volt a műsorvezetője, a Váci főtéren volt ez a Váci búcsúban. Kezdjük egy csókban. Hölgyeim, jó estét, kívánok, igen. Uraim! Igen. Szerzőnk, Kató néni. Így van. Mioskán, nagyon sokan vannak. De mégis hányan Imre? 200-an? Vannál kicsit többen. De lényeg az, hogy kb. 9000 ember volt valóban, mert előttünk voltak különböző amatőrök, majd jöttünk mi még amatőrebbek, és utánunk jött egy profi. Kabir Bedi, azaz Szandokán. Jaj, de jó. Na most erre összejött 9000 ember akkor a Váci főtéren, és kénytelen voltak bennünket is megnézni. Végignéztek bennünket. Te nem tudod a számát véletlenül, hogy fölhívnánk. Kabir Bedi, te elhívjuk ide a műsor. De most van a swingbe, úgyhogy vagy is várhatom. Igen. Na, szóval így alakult az életem, hogy mindjárt nagy számú közönségnek kell fölépni. Én különben nem voltam sose zavarba. Kiálltam az emberek elé, olyan munkáján dolgoztam mindig, hogy ki kellett állni, mondani kellett, jó híreket kellett mondani. Szóval általában én ebben a dologban már profi voltam, idézőjelben. Igen, és Ferenc, akkor ha már itt tartunk, milyen jellegű fellépéseket válasz azóta? Mert mi Tibivel most már gyakorlatilag semmiért akkor a sztárok vagyunk, el akartak hívni most hívni minket valami születésnapra, de azért elvállaltuk, de mert szeretjük a születésnapokat. De ez egy, de most egy jó születésnapra eszembe jött valami, Csepelen járva, megállt mellettem biciklis fiatalember, nem csodálkoztam is, hogy tudja én ki vagyok, mert nem az a korosztály. Azt mondja, művész úr, ugye ön a humorista, mondom, igen. Nagyon nagy kérésem van. Tudom, hogy szemtelen vagyok, de tegye meg nekem ezt. Az édesanyámnak ma van a 40. születésnapja, és magát a televízióban nagyon szereti. Csak ide főszalad, de itt van szomszéd lépcsőház nem messze. Csak annyit mondani, hogy Isten értese Aranka. Hát mondom, jó. Azt mondja, eljönne el. De láttam a srác, hogy nagyon fontos neki. Na, gyere, vigyek neki valamit innen. Hát egy bombont, na, bombont megyek be. Amikor meglátott a hölgy, hát én már jó pár év vagyok a szakmában, ilyen extázist felsikkantott. Na, még távolról is megy. Igen. Istenem! Irigyellek, Jóska! Vagy a méretét, majd nem tudom. Azért, valamit tud. Azért egy dolgot tegyük hozzá, hogy azért neked akkor még volt hajad. Nem, érdekes, nem volt, hogy már nem. Azt tudjátok, hogy az én hajam az hogyan ment el? Nem ám úgy, hogy csak ez nem biohaj, amit lennék ez a csak az áfa maradt, de megmondom, mi a lényege. Az, hogy utána csak elmondom azt, hogy még. Tehát születésnap, hölgy, kezdem el bombonnal, csöngi-böngi be, fiú, gyerek, az anyom meglepetésem van. Na, micsoda? És én megijedtem a hátam mögött. Felsikoltott a hölgy,
Istenem, Szikra László! Imádom a tévét. Szóval azért mondom, tehát igazából az embernek mindig azért vannak ilyenfajta történetei, és nagyon könnyű humoristák lenni, mert ezeket nem is kell megérni, ezeket az élet szüli. De csak mondj csak, ha már előbb szóba került ez a fiatalember, hogy te hogyan birkózol meg az ilyen fiatal közönséggel? Mondjuk ilyen stand-up esteket te szoktál vállalni? Mert azért nem vagy már mai gyerek, hát tudjuk, hogy azért... Nem sajnos vagyok. Látszik is, igen. Még inkább nem a vége, B oldal vége, mint tudod, az A oldal. Tudod, miért ilyen optimista? Nem látta még a véleményét máma. Igen, sajnos. Lényeg az, jó indulatúak igen, vagyunk, igen, mi azért Titeket, ami érdekessége dolognak, hogy voltam olyan helyzetben, mert egy híres stand-upos meghívott, mondta, hogy de nem a szívesen megy, de próbáld meg, vagy szeretni fognak. Nem mondom, hogy negatívan álltak hozzám, csak nem értették, hogy miről beszélek. Igen, és érdekes dolog, én amikor megálltam egyszer, mondom, elnézést, fiatalok vagytok tőlem sokkal, tudjátok, én egyáltalán ki vagyok. Egyik fiatalember azt mondja, hát én úgy halványan emlékszem egy olyan dologra, hogy volt egy olyan tévéműsor, hogy egy kendős néni, meg egy tehénke egymással beszélgettek. Erre emlékszem, mondja a fiatal. És mondom, mire nem emlékszel? Arra, hogy maga néni volt, vagy a tehén, azt nem tudom. Valami... Hirtelen eszembe jutott, hogy te tanár voltál, és most meg azt mondtad, hogy nem nagyon értették, hogy miről beszéltél. Tanárkorodban ehhez hozzászokhattál, nem? De én semmit nem tanítottam, csak a diplomám volt tanári diploma. Szóval az más történet. Én tanári képzőt is végeztem, egy tanítóképzőt is végeztem, tehát mindez vég, és én gyakorlatilag nem tudtam eldönteni mind a mai napig, hogy mi akarok lenni. Most volna rád igény, mert nagyon sok iskolában nem nagyon... De ha már itt tartunk, akkor gyerekfellépést vállalsz, ugye gyerekműsort vállalsz-e? De a gyerekműsort... Nagy különbség ma már úgy sincs. Én majdnem... Ők értelmesebbek sokszor egyébként. Igen, és rájöttem arra, hogy a legkönnyebb most olyan gyerekműsorokban, most egymás között őszintén is, ez most elég komoly dolog lesz. Múltkor egy kolléganőm jön, fölnéz, hogy gyerekműsor, igen, előtte megbeszélték, hogy lesz a felnőtt műsor, és gyerek körbálnak, gyerekek, na... Figyeljetek rám, mit szoktatok csinálni, mikor kimegyünk az állomásra? Nézitek a vonatokat? Nézzük! És amikor felszáll a rokonatok, mit csináltak? Integetünk neki. És mit szoktunk énekelni? Ajjaj, fekete vonat, Elvi, megcsinált a felnőtt műsorát a gyerekének, úgyhogy így vezette föl. Tehát tulajdonképpen ilyen alapon... Hol Péter, akkor gyakorlatilag, ugye? Tényleg szépen, lehet, hogy ő is megcsinálta. A Pór Péti az egy ilyen... Arra is szeretem különben. És az a legszebb, hogy ugyanaz a haja, mint 40-50 évvel ezelőtt. Tehát nem tudom, csodát tud az akúja, nem a haja. Na, kérdezik tőlem valamit bombolyabbat, mert most várom, hogy jó, legyen igaz, már. Eddig semmi nem történik már őszintén. Nem is fog. Te igaz, hogy jelentkeztél a színművészeti főiskolára? Igen. És igaz, hogy nem vettek fel? Igaz. Abban biztos voltam egyébként. Várja, úgy nem vettek fel, hogy majdnem 30 percig voltam benn a felvételin. 30 percig. Nem volt bent a vizsga, nem biztos az volt, hanem egy kézmozdulattal ledöntöttem a kávét az asztalról, és nekem, míg azt föltakarítottam, míg jött a néni segíteni, az nekem 30 percbe került. Tehát én 30 percig bent tartózkodtam ott a felvételi helyen. De akkor fölvettek, mint takarítottam. De várjál, nem akármilyen bizottság voltam, nem a Tini Tangli, ha figyelj, Súlyog Mária, Kállai Ferenc, Ratilovi Zoltán, Márti Majós. Színművészekről van szó. Súlyog, hát olyan megálltam előttük is, és tetszettem először. Még a Latinovics is mondta, hogy te szoktál verset mondani? József Attila, menne? Hát megpróbálok, mondom valamit, elpróbálok szabad. Van itt egy kötet, akkor simán. Akkor simán, igen. Na, belesültem mindjárt címébe, az nem sikerült. Akkor mama helyett Mutert mondta. Kállai Feri bácsinak azt mondta, szép buci fejed van. Azon jó szokott mutatni. Az az érdekes, amikor Feri bácsival találkoztam, igen. Már rádiókabarés voltam, és akkor most nézd, azt mondja, te ihos, én már téged valahol láttalak. Mondom, művész, ön teszed kirúgni a főiskoláról. Felvételinél. Kirúgtalak. És megsimogatta hátul a kopasz fejemet. De én emlékszem, hogy ne bánt, hogy nem lettél színész. Mondom, miért, művész úr? Ennyi rákosi szerep nincsen.
Most már Szikra Laci szerepekre új szabályozott. Hát, ha film készül igen, belőle. Én egy kis csintalan fiú vagy, te nagyon azt látom rajta. Sanyikám, te csintalan nem, vagy. Volt majd zenei rendezvény volt, és mondta a kis lány, aki konferálta a műsort, hogy majd jön a művész úr, ez különben Agárdon volt a Popstrandon, majd jön a művész úr, és akkor te csak meglátod, beteszi a fejét, csak jelensd be. Csak nem mondták, hogy melyik művész úr jön, és egy kis fiatal gimnazista kislány, kezében kis papírkával, így jöttem fel a színpadra, takarásába, és mondom, én itt vagyok, és a kislány, és akkor most következik Pataki Attila. A kör közepén. Ha már itt tartunk, hogy engem csak az érdekel, hogy te hol lépsz fel, mert most ebben nem nagyon látom. Nem tőlünk mindig ezt kérdezik mindenhol, minden riport lesz kérdezik. Hol láthatunk legközelebb? Ez iránk ragadt, mi is csak ezt tudjuk. Ja, nem, várjál, van még egy olyan kérdés, hogy vállalsz-e börtönben haknit ma, akkor én már ott szervezném. Várjátok, de te nem akármilyen börtön, de én nem emlékszem, hogy te nem akármilyen börtönben léptél. Én egyszer, most amit mondod, várjál, női börtönben voltam. Azaz. Na most tudom, mi az érdekes, hogy azt mondta a börtönparancsnok, ez egy férfi volt, azt mondta, emlékszem rá, hogy azt mondja, ezek nehéz lányok, művész úr. Van, hogy 4-5 éve nem láttak férfit közelről. Ön az első, aki most így fellép így közelbe az ebédlőbe előttük. Ha véletlen beszólnak olyat, ami hát egy kicsit pikásosabb, ne tessék rajta megsértődni, mondom, nem sértődök. De van egy másik probléma, ezt önnek kéne megoldani, mondom, mi? Valaki elterjesztette közöttük, hogy a győri csippendész fiúk jönnek fellépni. Nem vállam. Tudtam először, még mondom, semmi baj, majd megoldom. Csak amikor mentem az ebédlő felé, műanyag kanálba, azon van csak egy műanyag igen, eszközök, ütötték az asztalt, hogy ki vagyunk éhezve egy pasira, ki vagyunk éhezve egy pasira, megláttak engem, szóval ennyire nem vagyok éhezve. Na, onnan szép aztán elkezdeni. Onnan szép aztán. Ingyen, csak szólok. De tényleg, mert néha az ember olyan fajta helyzetbe kerül, voltam, hogyha elmentem én nagy elánnal egy kedves vidék útorátba, és hát most szomorú, amit mondok, de hát láttam, hogy nagyon visszafogottan fogadtak, és feketében volt öltözve a hölgy, aki fogadott. Mondta, hogy jaj, művész, ne haragudjon, olyan kellemetlen, azt mondja, a polgármester anyósa reggel elhúnyt, és hát most olyan kellemetlen, de már itt vannak a művészek, hát mit csináljunk? Tudna úgy viccet mesélni, hogy ne legyen olyan nagyon nevetnivaló rajta? Hát csak olyan van, csak tudunk egy pár kollégát, miért nem engem mi volt? Megadjuk hát a számát. Én már meg is adtam, hogy azért van nektek aktívnak egyáltalán. Ja, de Roszka, egyébként azért, mert a konfban sok minden elhangzott, de azt például szerintem sokan nem tudják, hogy a kandi kamera műfaját, mint olyat, igen, Magyarországon te vezetted be. Igen. De? Igen. Az első kandi kamera nem is volt olyan nagyon sikeres, megmondom őszintén. A Böszörményi úton forgattunk egy aranyhalas üzletbe, arról szólt, hogy akváriumban halat szállam, és én kivettem egy halat, mint hogyha megettem volna, ettem az ember került a halat. Megkérdeztem, jó napot kívánok, akvarista? Igen. Az a milyen szín? Azt kérem, piros szifóhal, és az meg karthal, vagy milyen, mit tudom én. Na, én megkóstolom, már úgy látom, pirosom a főve, hogy lenyomtam, nem igazi hal volt, igen, álhal volt, csak úgy, mint hogy ál volt halva, igen, ál volt halva. És akkor szépen... Halál. Az volt a baj ezzel a halas történettel, az első hölgy, az rosszul lett. Amikor megettem 4 halat előtte, mert nem láttam ettől az akváriumtól, hogy minden órás terhes. Jaj, és ilyenkor a hölgyek a szagokra töltetek, jobban érzékenyebbek. Úgyhogy azonnal mentőt kellett meghívni, és délután 2-re mi már keresztapák voltunk lefelé barátkozni. Én teljesen váratlanul kérdezem meg, mert nem ismerem a történetet, hogy egy plázában akart valaki veled szelfézni, ugye? Ugye? Szelvi? Nem. Kisgyerekekkel kell szelfiznem. Egészen pici 2 kis gyereke jött oda egy anyuka a plázában, egyik itt pesti plázában, és az viszont most komolyan mondom megható volt, és elnézést kérek a kedves nézőktől, tudom, ez egy vidám miért műsor. Miért sírni fognak? Nem, de nekem egy kicsit úgy... Szabó Zsófé, séntuszább szétment? Az volt, hogy pici gyerek oda jön, azt mondta, hogy mert az anyuk azt mondja, hogy művész volt maga a gyerekek példaképe. És akkor én mondom a picinek, hogy én vagyok a te példaképed, és akkor miért vagyok? Azt mondja, azért, mert anya, amikor te vagy a tévébe, mindig leült az és mondta, hogy ha nem eszitek meg a sárgarépa főzeléket, ilyen csúnya bácsik lettem. És emiatt ugye
Szóval szorítja a torkom egy kicsit. Tehát most na, zárjuk keretbe ezt az egészet azzal, hogy egy utolsó kérdés, ami továbbra is a fellépésekkel kapcsolatos, ma valahogy így jött, de szerintem ez nagyon érdekes, mert hogy te vagy az egyetlen humorista, legjobb tudomásom szerint, aki még Afrikában is vállalt haknit. Hát ez hogy tud összeg? Mit tudsz? De ez tényleg így van. Valaki helyett el kellett mennem, Csala Zsuzsi volt az, aki nem vállalt az utat. Félt a gepárdoktól, vagy igen, valószínűleg. Egy építési vállalkozó barátunk, vagy ismerősünk. Bocsánat, az ugye nem a csádi falügyülés volt. Nem a csádi falügyülés. Tényleg megtörtént, és egy nagyon távoli országba kellett elmennünk. 4 oltást kellett előtte felvenni, azt tudom, 4 különböző oltást, és úgy mentünk ki, egy kedves barátom kísért ki, és képzeld el, hogy egy őselcőnek, nem az erre, hát az elején léptünk föl, 3 sörös rekesz volt, meg egy megafon. És az ottani munkásoknak, magyar munkásoknak kellett nekem műsort csinálni. Először örültek nekem, hogy le lehet rakni a munkát, és akkor lehet jönni, kábel feltettek ott az őserdőben, valami építési történet van. És ahogy mondtam, gyertek, angyalkám, itt a Kató néni Magyarországról, fölöltem a kendőmet, gyertek, és jöttek egy darabig, azt csak megálltak, azt elkezdtek hátrálni. Gyertek közelebb! Nem, csak maradjál! Közben a kísérő mondja, nézz hátra! Mondom én, nézz hátra! Nézek hátra, az őserdőből kijött 40 benszülött, kifestve, harci díszbe, fúvócsővel, meg nyilokkal, meg dárdákkal. És így körbeálltok! És volt az a film, az Istenükre fejükre estek, emlékeztek? Igen. Furcsa, kattogó hangon beszéltek, körbeálltak, én meg ugye ott a fejkendőben mondom, hello, most hogyan magyarázom, én vagyok a Katorini from Hungary. Csattogjál te is nekik. Mondom, hogy valamit, vagy nem voltak azt, hogy csinálom, mondom, jó, mindegy, levaktam, kérdő, hello, én már megyek is, mondom, de ők így kedvesen néztek rá, hogy és így bólogattak, és így nézd, mondom, Tolmás hívó pár méterre ott áll, de is óvatosan, mondom, te érted, mit mondok? Azt hát nagyjából, tetszik a humorom? Nem, a trokaszalonnád. Ezek emberevők, és ez a kedvenc falatjuk. Tehát sikert csinálni mindenhol lehet. Azért van ennek az országnak pár olyan pontja, hogy ilyen fúvócsöves haknit le tudok neked szervezni. Aranyos vagyok ezért. Ezután a műsor után akkor a sztár leszel, hogy hívjál minket majd haknizni, mert neked lesz, mert nekünk meg most nincsen, úgyhogy köszönjük szépen. Ihos József!